Külhoni és hazai katonák nevei a sírköveken a pécsi köztemető parcellájában. Itt nyugszanak azok a katonák, akik az első világháborúban veszítették életüket. Rájuk emlékeztek november 12-én. Amikor közösen emlékezünk, akkor érdemes azt a tanúságot is megfogalmazni, hogy ma is szükség van a nemzeti értékek védelmére, a nemzeti érdekek képviseletébe, amelyet elsősorban békésen szeretnénk megtenni, hiszen ha ezeket békében el tudjuk érni, akkor nem egy háborúban kell a nemzeti érdekeket képviselni. Ebből a tanúságból vagy megfogalmazásból következik az a magyar álláspont is, amely szerint a szomszédban zajló háború kapcsán szinte Európában egyedülálló módon mielőbbi tűzszünetet és a béke mielőbbi megteremtését szeretnénk elérni, emellett törünk láncsát minden fronton. Az első világháború emlékművénél a magyar mellett albán, horvát, osztrák és orosz szervezetek képviselői is elhelyezték koszorúikat. A megemlékezést a Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület szervezte. Mint ismert, 1918. november 11-én írta alá a vereségét elismerő Németország a fegyverszünetet az antant hatalmakkal. Ezzel véget ért a 4 évig tartó első világháború.